Elég nagyok a csatázat ezen a hétvégén a Szlovákia ringen, amikor jött egyre felén, és akkor nem tudom, hogy a uralkodó legfontosabb tudom, hogy az a matkormányban mellette, most megy el itt a hídomat, akkor már tudom, a szóval. Nagyon szépen köszönjük a komoly hangzavarban itt a belvárosban. Mihelis Norbit, láthatunk, hogy nagyon kicsit a kormányban. Annyira szűk ez a fordító, nekünk is azért ez az éles versenyek, ami De ez a visszafordító, ez épp, hogy kijött, azt néztem, hogy tombolt, mert nem tudta eljönni, hogy meghoccoljál, hogy nem végül is elmi. Igen, szóval ezeket az autókat, a WTCC autókat hamarosan ezen a hétvégén már a Hungaroringen éles versenyben láthatják a kedves nézők, miközben megy a Kújégetés is a Deák Ferenc tér környékén Budapesten. Dani, tiétek a szó! Köszönöm szépen, Pascal Visszapán, aki a külföldiek közül ide látogatott Budapest belvárosára. Nem tudom, mennyire hallják itt a közvetítésben, amit mondok, mert hogy a versenyautó közvetlenül alattunk haladnak el, és én nem hallom a saját hangomat, remélem, hogy önök hallják, amit mondok. Szalai Balázs, aki a Dakaroni 20. helyen végzett, a formalatosok is megjelennek, és Kormányában a Zsuzsa ott ülett, Hasi mellett, de minden esetre a rally bajnok, a kétszeres rally bajnok, az sem lenne, hogy György is elment, hogy alattunk. Zoli. Néhány békésen sétáló japán turista fejvesztve elkezdett menekülni a környékről a hangzavar miatt. Igen, szóval itt most már mindenki van, pályautók, tereprali autók, rosszautók és így tovább. És nem győzünk hangsúlyozni, Weber Gábor már ugye említette, hogy ezek közül a túraautó világbajnokságon szereplő autók közül néhányat, többek között az NK motorsport autóit láthatjuk majd ezen a hétvégén a Hungaroringen. Igen, ezen a hétvégén a Hungaroringen van a WTCC futam. Tavaly abszolút nézőcsúcsot állított fel a Hungaroringen elterjedt nézőszámmal, úgyhogy amennyire kicsit idegenkedve, nem is idegenkedve, nem tudták, hogy hova jönnek tavaly. Most egész kedvén arról megszerzünk a csapatbőrökék, hogy végre jövünk Budapest, és ez nekünk is egy teljesen gyakorló lesz az első. A hangulat tehát nem csak a Hungaroringen, így készítettük a belvárosban, és az van itt évek a szó. Köszönöm szépen, itt a Brockener Silverstringet láthattuk egy pillanatra, ez egy 3,6 literes. Már nem láthatják, mert elment innen, de hát remélem, hiszen igen, hogy az versenyekre induló, nem általában azon induló versenyautónak, és ha már szóba került a túraautó világbajnokság többször, ezen a hétvégén reméljük, hogy épp úgy, mint tavaly, amikor Mihelis Norbert hazai pályán egészen fantasztikus körülmények volt, óriási innovációs ügyes ügyes. Sok nézőt vártak? Így van, tavaly beugrók volt az ura, hiszen a marrakesi verseny helyett rendeztük meg a túraautó világbajnokságot. Idén szeretnénk azt, hogy legalább annyi néző legyen. Nagyon szeretnénk azt, hogy elérjük a tavalyi 60-70-es számolat. Most fizetősé tettük, hiszen fizetőse kellett tennünk, hiszen tavaly egy ilyen behetető év volt gyakorlatilag, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó futamot sikerült rendezni. Tavaly az év WTCC futama volt. Reméljük, hogy idén két magyar pilóta, most már Weber